politikai szenvedés után gazdasági szenvedés, bár a kettő hát nagyon-nagyon sok ponton fedi egymást, vagy legalábbis találkozik, és nem csak abból a tekintetből, hogy gazdaságpolitika, mint olyan, nem lehet értelemszerűen független a politikától, az éppen mindig kormányon lévő politikát alakítható kormányzó párttól. Hát inkább arról beszélhetünk, vagy beszélgethetünk így, ha visszanézzük ezt az évet, hogy bizony politikai botrányokká fajultak a talán gazdasági döntéseknek induló kérdések. Róna Péter a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdjük ezekkel a sokat emlegetett Magyar Nemzeti Bankos alapítványokkal, amikor akár önt, akár szaktársait arról kérdeztük a botrány kirobbanásának pillanatában, hogy mi lesz ebből. Hát ugye mindenki azt mondta, hogy botrány, BTK, ez már büntető jogi kategória. Aztán már majdnem, hogy így decemberre elfelejtettük. Hát nézze, az alapítványok létrehozatalának nincs jogi alapja. Tehát én ezt kifejtettem, többször meg is írtam, hogy a Magyar Nemzeti Bank törvény ezeknek a létesítményeknek a létrehozatalára nem ad felhatalmazást. Tehát Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Banknak erre a lépésre nem volt jogosítványa. Na most, az elmúlt 6 évben hozzászoktattunk ahhoz, hogy ez a kormány a magyar jogrendszert a saját érdekei szerint értelmezi, még akkor, még azt is meglépve, hogy a jogrendszerrel, a betűs törvénnyel szöges ellentétben intézkedik és cselekszik. Ez a helyzet. Nem mondja meg nekem, kérem mondja meg, hogy lehet, hogyha önnek és mindenki másnak, aki szakértőként azt állítja, hogy kérem szépen, ezt nem lehet megcsinálni a jogrendben, a jogállamban, akkor mégis hogy lehetett, és hogy nincs igazából valós következménye? A botrány kirobbanása óta újabb vásárlásokat is bejelentettek, gond nélkül. Ez így van. És miért nincs következménye? Azért nincs következménye, mert az Orbán kormány, Orbán Viktor személyesen a magyar társadalom többségének a támogatását úgy látszik, hogy élvezi. Tehát a magyar társadalom sokkal érzékenyebb egy 1290 fős szíriai menekült telepítésre, mint a Nemzeti Bank az állami pénzek eltulajdonosítására vonatkozó lépéseire. Én ezt értem, és nem is pont arra gondoltam, hogy... Én nem értem. Tehát, akkor azt mondom, hogy én se értem, igen, de... Tehát én azt mondom, hogy ez a kérdés a magyar nemzet lelki, szellemi és erkölcsi állapotának egy meglehetősen lesújtó bizonyítványa, hogy ott van egy adott helyzet, ez a menekült válság, ahol, legyünk teljesen világosak, 1290 ember letelepítéséről szólt ez az egész cirkusz. Még hogyha tovább közelítünk a teljes szó szerinti igazsághoz, 1294 ember menekültügyi eljárásának a lefolytatásához. Pontosan. Tehát erről volt szó, és ebből lett egy óriási hisztéria, amit hisztériát a magyar társadalom magáévá tett. Ezzel szemben ott volt egy egészen elképesztő méretű közvagyon, amiből igenis, a Magyar Nemzeti Bank a törvények, a hatályos magyar törvények figyelembe vétele nélkül magánvagyont hozott létre. Ugye? Tehát ez a helyzet. Na most, ha a magyar társadalom ezt eltűri, már pedig úgy tűnik, hogy eltűri, akkor annyi a magyar társadalomnak. Tehát de ennek nem lesz jó vége. Akkor most hadd fordítsam le. A közvagyon törvények nélküli, tehát törvény nem engedi, törvényen nélküli vagy törvényen kívüli magánvagyonná tétele, az nem a közvagyon eltulajdonítása? Ez azért rafinált, mert a szokásos fogalmi rendszer szerint az eltulajdonítás azt jelenti, hogy van egy eltulajdonító, aki azt a vagyont a magáévá teszi. Na most ebben a helyzetben az alapítványok létrehozatala segítségével ilyen szereplő nincs. Közvetlen szereplő nincs. De a vagyon kikerült a közszférából, a közszféra ellenőrzéséből, átkerült ezekhez az alapítványokhoz, és az alapítványok ezeket a pénzeket a politikai érdekek
és céloknak megfelelően használja fel. Tulajdonképpen mégiscsak igaz lett, vagy megvalósult a Fidesz álma, hogy elveszítette közpénzjelletét. Így van. Így van, tehát amit Kósa Lajos annak idején mondott, hogy a magánvagyon az alapítványok segítségével átalakul... Közpénz. Az alapítványok segítségével átalakul magánpénzé, az a gyakorlatban meg is valósult. Alkotmánybírósági döntés, ide vagy oda? Bírósági, úgy van. Alkotmánybírósági döntés, ide vagy oda. Amikor azt mondtam, hogy lehet, hogy ez mégis megtörtént, akkor nem okvetlenül arra gondoltam, hogy miért nincsenek tömegek az utcán, akár lehetnének is, különösen mondjuk a magukat jogosan becsapva érzendő vagy érző devizahitelesek, akiket úgy mentettek meg, hogy pontosan látjuk, hogy lehetett volna jobban is megmenteni, de ez megint akár egy újabb beszélgetés témája, hanem arra gondoltam, hogyha ez tényleg a törvény nem adja meg, hát a törvényt lehet többféleképpen értelmezni, de az, hogy valamit lehet vagy nem lehet, azért az adott esetben elég könnyen eldönthető. Hogyha ez törvényileg nem lehet megcsinálni, nincs benne a jegybanki törvényben, akkor ennek miért nem lett büntető jogi következménye? Hát mert azok, akik a büntető jogi következmények végrehajtásáért felelősek, nem kívánják a büntető jogot ebben az esetben alkalmazni. De akkor még nagyobb a baj, mint ahogy csak úgy sejtettük az elején. Jó, de ugye abban a pillanatban, amikor ez a többség, tehát támogatottsági többsége a Fidesznek meginog, akkor minden valószínűség szerint a büntető jogot alkalmazó testületek másképp fognak viselkedni. Mert amikor ők azt látják, hogy ennek a hatalmi rendszernek talán még vége is lesz, akkor eszünkbe jut, hogy azzal, amit tettek, amit nem tettek, azzal majd el kell számolniuk. De mindaddig, amíg ez nem valószínűsíthető, ez a helyzet fenn fog állni. Tehát még egyszer, ez az ország ugye elment, igaz, hogy a népszavazás a betelepítésről érvénytelen lett, de óriási politikai siker. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a szavazni kívánók mekkora hányada támogatta azt, amit a kormány akart, akkor ez egy hatalmas siker volt. De ha azt mondjuk, hogy a szavazásra jogosultaknak meg mégiscsak egy kisebb része támogatta, akkor már a politikai siker is meginog, mint siker. Én ezt nem így látom. Én azt mondom, hogy ezzel a kérdéssel a kormánynak sikerült a nagyon komoly hiányosságok, hibák, gondok, törvénytelenségek ről elterelni a figyelmet egy másik irányba, és időt nyerni ebben a politikai helyzetben. Tehát... És hogy mi mindenre nyert időt, azt is mindjárt számba veszük egy nagyon rövid reklám után. Várom önöket vissza. Kormányzati nem csak térnyerés, hanem időnyerés is létezik. Itt fejeztük be a beszélgetést a reklám előtt. Mihez kell az idő, amit jó, ha megnyer valaki előre, mert akkor... közhelyen élve életet is nyert, tehát hogy valami mást lehet elfelettetni, vagy valami mást elintézni. A kormánynak, az Orbán kormánynak, a rendszernek az alapvető tétele az, hogy sikerüljön kialakítani egy új uralkodó osztályt. Ez az uralkodó osztály körülbelül létre is jött. Még nem egészen, még nem teljesen stabil az állapota, de egyre inkább stabilabb. Mennél több időt kap az Orbán kormány ebből a komoly támogatásból, annál inkább sikerül neki ezt az új uralkodó osztályt összehozni és felépíteni. Tehát van az országban egy olyan 100-250 ezer ember, aki ennek az új uralkodó osztálynak a része. Van egy további 500 ezer ember, aki jól él, mert kapcsolódik valamilyen szinten ehhez. Aztán van egy millió, aki úgy megvan, el van, és akkor még ott marad 8 millió ember, aki nyomorog, leszakad, küszködik, a mindennapi feladataival küszködik. A kormánynak az alapvető politikai feladata az, hogy ezt a 7-8 millió embert, aki küszködik, becsapja, és lehetővé tegye azt a hatalmas méretű jövedelem és átcsoportosítást, ami az elmúlt 6 évben zajlott,
a szerényebb körülmények között élőktől az új uralkodó osztály javára. Ez az Orbán kormány politikájának, gazdaságpolitikájának, társadalompolitikájának a veleje. Na most, a különböző ilyen demagóg trükkök, mint a bevándorlókkal kapcsolatos hisztériakeltés, azt szolgálja, hogy ezt a tömeget rendre be tudják csapni, elterelni a figyelmet arról, hogy mit vettek el tőlük, elterelni a figyelmet arról, hogy így egy hatalmas vagyon és jövedelem átcsoportosítás történik, egy kiválasztott és kiszemelt réteg számára, miközben az ország lakosságának a többsége a nyomor felé halad, ha már benne vagy ebben a helyzetben. Igen. Viszont ez politikailag iszonyatosan életveszélyes játék, hiszen a 7-8 millió az többszöröse az 1-1,5 millió jól tartott, magát jól érző embernek. Nem csak. És ha ez a tömeg egyszer felébred arra, hogy na hát engem már 5-ször becsaptak, én 6-odjára nem hagyom magamat, igen, akkor az nagyon nagy erő. Igen. De nem csak, hanem ezen túlmenően itt van egy másik probléma. Én értem Orbán Viktor gondolatát, hogy Magyarországnak kell egy uralkodó osztály. Igaza van. Minden országnak kell egy olyan osztály, ami azt az országot valahogy elviszi, kormányozza, stb. Ebben igaza van. Csak hogy az ő új uralkodó osztálya teljes mértékben tehetségtelen. Tehát ezek az emberek nem azért lettek uralkodó osztálytagok, mint ahogy az általában zajlik a komoly felnőtt világban, mert a tehetségükkel oda jutottak, elértek valamit, hanem azért, mert a kegyosztó politikai rendszer őket kiszemelte erre a feladatra. Azon kívül, hogy ők politikailag jól tudtak helyezkedni, semmiféle tehetséggel nem rendelkeznek. Na most, itt a baj. Ezeket a bajokat, ezt a nagy bajt a számok ma már tükrözik. Ugyanis a magyar, tehát a honi vállalkozások, nem a multik, hanem a honi ipar, mezőgazdaság és szolgáltatások világa az Európai Unióban a legrosszabban teljesítő magánszektor. Hogy csak egy néhány számot mondjak, a hozzáadott érték növelésben Lengyelország 12%-kal növelte a hozzáadott értéket a kibocsátásában az elmúlt 6 évben, Románia 23%-kal, Szlovákia 13%-kal, Magyarország 1,5%-kal. Ez a hozzáadott érték, ezt hogy értsük? Minek a mihez hozzáadott érték? A hozzáadott érték azt jelenti, hogy amikor termelünk valamit, akkor felhasználunk anyagot, időt, munkaerőt, stb. Annak van egy értéke, annak van egy ára. Ezt az árat összehasonlítjuk a munkából kinyert többletértékkel, tehát mennyire tudjuk azt értékesíteni. A terméknek az árával. A terméknek az árával, és a kettő közötti különbözet a hozzáadott érték. Aha. Ja? Na most az a helyzet, hogy a magyar nemzetgazdaságban hozzáadott érték termelő képesség gyakorlatilag nincs. Most ez egy tragikus állapot. Tehát ma Magyarország az EU-s támogatásokból, a multinacionális cégekből és a szerencsétlen emigránsok hazautalt pénzéből él. És nem a magyar nemzetgazdaság teljesítményéből. Onnan nem jön semmi. Semmiféle növekedés. És miért nem jön? Azért nem jön, mert a honi ipart, mezőgazdaságot és szolgáltatást eluralta a politika, az új elit, amelyik tehetségtelen. Amely még tehetségtelen is. Igen. Tehát az egész világ tiszteli a magyarok alkotó képességét. Ezt az alkotó képességet tette tönkre ez a rendszer. Nem tud kibontakozni. És alapjában az történik, az zajlik ma a magyar életben, hogy akiben igenis van alkotó akarat és készség, az elmegy. Mert itt nem tudja realizálni a tehetségét úgy, ahogy szeretné.
De hát, hogyha valamire mondhatjuk mindenféle demagógia, nacionalista, és nem tudom, mi minden felhang nélkül, hanem így őszintén, ha valamire mondhatjuk azt, hogy ennek a nemzetnek a jövője van most kockán, akkor ez az, amit ön most felvázolt. Hiszen el lehet ketyegni. 2017-ben béreket lehet emelni. Biztos majd 18-ban is. Sőt, mindig lesz annyi uniós pénz, hogy minden évben lehet egy kicsit, ahogy ön mondta, 7,5-8 millió ember nagy-nagy tömegét valamivel egy kicsit becsapni. Áltatni, mert hogy megtörténik a 10.000 forintos Erzsébet utalvány, meg az a béremelés is megtörténik, csak hogy ettől nekünk középtávon, és nem is 30 év múlva, vagy 30 éves távon, nem lesz jobb az életünk, ez egy pillanatnyi felületi juss. De hogyha egy nemzet e felé halad, hogy mindig napról napra él, az a jövő felélése? Igen, tehát ki marad belőle, ki hal belőle, az alkotó képesség. És ugye ehhez kapcsolódik a közoktatás siralmas állapota, általában a szociális rendszer siralmas állapota, a szociális adatok siralmas állapota, és az a hatalmas, széleskörű szegénység, ami ezt az országot ma jellemzi. Tehát ugye Budapesten az ember körbenéz, Váci utca, stb. Van egy jó létet élvező társadalmi réteg. És bizonyos értelemben sikeres is. De azon túlmenően... Hát holnap után karácsony, és sokkal többen vannak azok, akik soha nem fognak eljutni a Váci utcába, még sétálésem. Úgy van. Na most ez a magyar helyzet. E mögött meghúzódik, és itt van egy nagyon komoly probléma, meghúzódik egy nemzetközi állapot, ugyanis tény és való, hogy minden egyes olyan történelmi pillanatban, amikor technológia és tudományos értelemben egy paradigmaváltás történik, tehát jön valami új technológia, ipari forradalom, gőzmozdony, villanyáram, az autó, kőolaj, stb., akkor igen, van egy olyan folyamat, ami az a technológiához közel állók és azt alkalmazni képesek, jelentős vagyonra tesznek sert, és a többiek pedig leszakadnak. Tehát van egy ilyen folyamat. Az információs technológiai forradalomnak ez az egyik nagyon nagy, nagyon súlyos eredménye világszerte. Tehát ez nem csak egy magyar probléma. A sikeresebb országok, Németország, Skandinávia, Japán, stb. Ezt a kérdést tudatosan kezelik. Tehát mi történik? Azt történik, hogy bevezetnek felnőtt képzést, újraképzést. Hát felkészítik a társadalmat a változtatásra. Nálunk viszont ennek nyomát nem látjuk. Hát szerettem volna egy kicsit vidámabban befejezni, karácsony előtt legalábbis az évet, de hát a tényeket, az igazságot nem szabad elhallgatni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Két ünnep között még egyenes beszéddel várom önöket, méghozzá visszatekintünk az évre, és a legemlékezetesebb adásokat fogom újra megmutatni önöknek egészen szilveszterig. Nagyon boldog, békés karácsonyt kívánok önöknek, viszontlátásra!